Tamás! Gondolom munka miatt jött. Én már rég abba hagytam munkát. Miért hagytad ott a munkát? Több van benned, mint hinnéd. Azért, mert hibáztam. Még találkozunk, Tamás! Azt már nem. De most kell lesz. Elfogták Dávidot. Rendben, ezt még elvállalom. Készen állok. Hiányzott már! Nyisd ki! Kezdődjék a parti! Tamáskám, hogy lehet, hogy te visszakerültél ide, ebbe a pozícióba? Mit csinálsz, barátom? Szedd meg össze magad. Próbálnám kioldozni. Harmónia. Na, köszönöm szépen. Szóval, hogy lehet, hogy te itt visszajöttél a munkába? Hát, ez meló mégiscsak. Hát, figyelj, barátom. Még elvállaltam egy utolsó küldetést. És te mit csináltál ide lent? Hát, kérlek, én azt a küldetést kaptam, hogy keressek nukleáris robbantókódokat. De hát, nem tudom merre keressem. Úgy hallottam, a töröknél vannak, de hát nem volt itt semmi. Még a török se. Azokat a nukleáris kódokat? Azokat. Mert tudod melyikről? Persze. Nálad vannak. Nálad. Akkor menjünk gyorsan. Hallod, a kódok azok kellene. Nem lehetne elizélítve nekem internetet. És mondd csak, Tamás, tényleg amiatt a kis hiba miatt képes voltál eltűnni majdhogy nem 5 évre? Hát igen, ez egy elég emlékezetes hiba volt számomra. Úristen, ha tudnád, mennyi minden történt, amíg te nem voltál. Hát, tudod, Tamás, kicsit lelassultál, nekem úgy tűnik. Hát igen, nem értettem sokat. Szégyeld magadat. Menjünk ki az utcára, szerintem. Valami baj van, mennünk kell. Rég voltam már itt. Sok minden változott. Ne is mondd, új lett az egész ház. Képzeld, most kaptunk új hűtőt. De mindegy, most nehezzel foglalkozunk, hallod? Uramisten! Uramisten! Úristen! Valaki megölte! Még él? Úristen, mi történt? Meghalt. A rohadt életbe! Ezt kitette? Azt hiszem, van egy sejtésem. A török. Sziasztok, srácok! Valami baj van? Azt a gyereket én nyírtam ki. Tamás, most te jössz. Hagyd, Dávid!
majd jelentkezem. Oké, Tamás, hajrá! Én átadom a pályát neked, szúzz le! Én véreltem föl a törököt. És a nukleáris kódokat nem misszióba kaptam. Azok nekem kellenek, hogy elvigyem Oroszországba.